konfirmáció ünnepi Isten tiszteletünkön. Mai Isten tiszteletünkön kettő éneket fogunk énekelni, a 255-ös éneket az Isten tisztelet elején, illetve az igehirdetés előtt és az igehirdetés után egy-egy verszakát, az Isten tisztelet végén pedig a 254-es énekünket. Így kezdjük el Isten tiszteletünket a 255-ös ének első versével. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Imádkozzunk. Urunk, megígérted, hogy ha ketten vagy hárman egyetértéssel hívják segítségül nevedet, megadod azt, amit kérnek. Hallgass meg most is kérésünket. Ajándékozz meg minket igazságot ismeretével a jelen világban, és adj örök életet az eljövendőben, hogy mindenkor dicsérjük téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, mindörökkön örök. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Reformáció ünnepének levélbeli szent igéjét olvasom Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 10. fejezetből, a 3. verstől a következőképpen. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságát. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulását. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki cselekszik, azokat él általuk. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe. Azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba. Azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az iga a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljük. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Hallgassuk meg az ünnep evangéliumát, ugye, amit megírva találjuk Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetében az első verstől. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre,
és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot élnek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk helyet, Krisztusunk. Amen. Foglaljunk helyet. Megkezdett énekünk a 255-ös ének második. Ez alapján, az igevers alapján milyen szépen el lehetne gondolkozni a
reformáció nagy újításáról, amit Luther hozott vissza, hozott be újból a keresztény tudatba, hogy egyedül kegyelemből, hitáltal a Krisztusért van üdvössége az embernek. Vagy akár el lehetne gondolkozni erről a négy szóla, vagy szólusz elvről, ugye a szóla scriptúra, egyedül az írás, szóla grácia, egyedül a kegyelem, szóla fide, egyedül a hit, és szólus Krisztus, vagyis egyedül Krisztus. De mit kezdjünk egy ilyen ünnepen, reformáció ünnepén? Egy olyan ige szakasszal, mint ez a Jeremiási. Amikor a próféta nagyon keményen szól a hamis prófétákról. Persze kézenfekvő lenne egy jó kis dörgedelmes prédikációba az 1500-as évek katolikusságát, vagy akár a társadalmát egy kicsikét ostorozni. Lehetne itt beszélni búcsú cédula árusításról, lehetne beszélni szent hagyományról, lehetne szólni a szentek tiszteletéről, és még sok-sok minden dologról, a pápaságról, a pápai csalhatatlanságról, vagy éppen a társadalmi elnyomásról. Persze tudom jól, mindezek nélkülözhetetlenek a reformációnak a teljes megértéséhez és meglátásához, hiszen mindez elvezetett oda, hogy 1517. október 31-én Luther a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezi a 95 tételből álló vita iratát. Egy vita iratot, amelynek ugye az volt a célja, és azért rakja ki a kor szokásának megfelelően, hogy én nekem ezek a problémáim, én nekem ezek a kérdéseim, tessék erre nekem megfelelni. Álljunk ki egy nyilvános vitára, egy nyilvános beszélgetés, és beszélgessünk ezekről. Mert ezek gondok, problémák, amikről kell beszélni. Az akkori egyháznak azonban nem ez a 95 tétel jelentette a problémát és a gondot, hanem a gondolkozás. Az, hogy Luther kérdezett. És amikor egy fennálló megszilárdult rezsimmel szembe kínos kérdéseket tesznek föl emberek, az mindig baj. Lutherrel is ez volt a baj. Hogy olyan kérdéseket tett föl, amiket nem kellett volna. A Luther filmből, hogyha akik látták, azok emlékezhetnek arra a bíborosi válaszra, amikor ott Luther áll a birodalmi gyűlés előtt, és azt mondja neki a bíboros, hogy olyan dolgokat akarsz vitatni, amiben kötelességed lenne hinni. Ez volt az egyház válasza a kérdésekre. Ezekben kötelességet lenne hinni. Nem választottak, nem meggyőzték, sem a Szentírásból, sem észérvekkel, hanem egyszerűen parancsolóan az egyházi, a pápai, a püspöki, a bíborosi tekintélyel le akarták őt nyomni. És ez volt az, amit Luther nem engedhetett meg. Hát ez volt az a pillanat, amikor rájött, hogy más alapra kell helyezkedni. Ez volt az a pillanat, amikor ezt a római levélbeli igét olvassa, amikor rájön arra, hogy az Isten igazsága az nem az Isten ítélete, amivel fenyegetnek minket, hanem az evangélium, az Isten kegyelme, az Isten szeretete, ami megtartja az embert, amit egy is egyedül a Krisztusban lehet felismerni. És Luther ezt teszi, ezt emeli vissza a középpontba. És ez volt az, ami nagyon sokaknak nem tetszett. Mindennek az alapjává a Krisztus művét, a megváltás művét, Krisztus keresztjét tette. Mielőtt azonban egy történelem órává alakulna ez a mai Isten tiszteletünk, egy kicsit fordítsuk személyessé a hangot. Fordítsuk saját magunk felé reformációnak a kérdését. Mit jelent számunkra a reformáció? Mit jelent nekem? Ma, 2020-ban,
Mert tudjuk jól, 500 évvel ezelőtt mi minden történt. De mit jelent ma? Mert Luther, amikor ezt az egészet elindítja, amikor ez az egész így kezd kicsúcsosodni végülis, ez volt a döntő lényege, hogy az egyén számára mit jelent. Hiszen el tudjuk mondani, az egyházat mindig reformálni kell, ezt tudjuk jól. De ez csak akkor tehető meg, hogyha az egyének, az egyházat alkotó egyének is mindig hajlandók erre, hogy ők reformálódjanak. Hogy újra és újra visszatérjenek az eredeti alaphoz, reformálódni, vagyis visszaformálódni az eredetivé. Ahonnan valamikor elindultunk, onnan a Krisztus hallgató apostolok lába, Krisztus hallgató apostoloktól, akik ott ülnek a Mester lábánál és hallgatják, hogy kik a boldogok. Oda kell visszatérni, oda a kereszt tövéhez kell visszatérni, ahol le lehet borulni, ahol le lehet tenni a terheket. Nem ilyen-olyan-olyan mellékutakon, kerülő utakon menni, hanem ott megtalálható az Isten. Ott megtalálható a mi személyes megváltónk. Hiszen ez reformációnak a lényege, hogy Krisztus nem valami pankrátorként, valami rettenetes ítélőként mutatja be, hanem személyes megváltóként. Aki oda megy a kisgyermekhez és megsimogatja a fejét, aki oda megy a beteghez és meggyógyítja, aki oda megy az édesanyához és visszaadja neki a halott fiát, ő hozzá kell újra és újra visszatérni az egyháznak. Vagyis a reformáció soha nem lehet múlt idő. Arra soha nem gondolhatunk úgy, hogy igen, volt egy ilyen is. Hanem mindig újra és újra nekünk, magunknak kell megújulni. Mert újra és újra válaszokat kell adnunk a különböző kihívásokra, az élet kihívásaira. És hogy mennyire aktuális a reformációnak a mindennapossága. Egyik lelkész kollega kérte tőlem, hogy ha van a gyülekezetünkben olyan, akár a Vizsói Bibliának egy reprint kiadása, akár régi Biblia, akkor küldjek át neki belőle egy-két verset, amit ő egy előadásba fölolvashatna, mint egy bizonyítva, hogy miért kell újra és újra lefordítani a Bibliát. Hiszen az is magyar nyelven van, meg a mai is magyar nyelven van. Mégse értjük a régit nagyon sokszor. Hiszen olyan kifejezések vannak benne, olyan mondatszerkesztések, amiket ma már nem használunk. És ez nagyon jól mutatja, hogy ezért van szükség újabb és újabb Biblia fordításokra, ezért van szükség állandóan a reformálásra, a reformációra, hogy az eredetihez tudjuk visszatérni. Hogy ne az legyen az egyház, amit sokan gondolnak róla, hogy egy régi, itt maradt, teljesen fölöslegessé vált dolog, hanem az legyen, ami Luther korában is volt, hogy ahova jó elmenni, ahol jó ott lenni, ahol jó együtt lenni, jó ott lenni az Istennél, az Istennel egy közösségben, és ahol az ember nem tud más csinálni, csak az Isten ügyéről beszélni, és utána ezt továbbvinni a világba. Mint ahogy Luther az imént említett birodalmi gyűlésen is azt mondja, hogy itt állok és másként nem tehetek. De hogy kezdődik ez a mondat? Ha a Szentírásból és észérvekkel meg nem győznek, akkor nem mohatom vissza. Itt állok, másként nem tehetek. Mert az ő lelke, ahogy fogalmaz, Isten igének a fogja. És ő jól érezte magát. Az ő lelke itt szabad volt. Lehet, hogy volt birodalmi átok a fején, lehet, hogy volt pápai átok a fején, de szabadként, fölszabadult emberként élhette az életét, mert tudta, hogy ő az Isten megváltatja. És így kérdez rá a mai ünnep mindannyiunkra személy szerint. Te, én, valóde valljuk-e, hogy a Krisztus a mi megváltunk? Hirdetjük-e, megyünk-e és mondjuk-e az evangéliumot?
szerte a világba. Vagy rábízzuk ezt valaki olyanra, akinek elvileg ez a dolga, bár lehet, hogy sokkal hiteltelenebbül teszi, mint ahogy én azt meg tudnám tenni. Mert ne legyenek illúzióink. Amiről Jeremiás beszél, az ma is van. Hamis proféták ma is számtalan a világban. Mindenfélét hirdetnek, mindenféle dologgal próbálják az figyelmünket, időnket, energiánkat elvonni az Isten ügyéről. Miközben mi büszkén vallhatjuk, hogy én evangélikus keresztény ember vagyok. És az evangélikusságot már sokszor vádolják azzal, hogy ide-oda lavírozik a két másik nagy történelmi felekezet, a római katolikus és a református között. Az evangélikusság pontosan tudja, hogy merre kell mennie. Évszázadok óta, Luther óta pontosan tudjuk, hogy mi az az út, ami számunkra ki van jelölve, ami mindig újra és újra visszatér oda a megfeszített Krisztushoz, és vissza is kell, hogy térjen, és aztán onnan feltöltődve a keresztből, a megváltottságunkból feltöltődve indulhatunk a mindennapokba. Jöjjön akár támadás, akár feszültség egyházon kívülről, vagy akár egyházon belülről, akkor meg tudunk állni ellene. Adja Isten, hogy mindig tudjuk bátran vállalni, és bátran kiállni az alapelveinket, és kiállni mellettük. Egyedül kegyelemből, hit által, a Krisztusért van üdvösségünk. És akkor valóság lesz a 254-es énekünknek az utolsó verszaka. Kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik. Mit érezni nekik? Milyen a menny örökre? Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk, hogy tiéd az egyház. Te vezeted és kormányzod igéddel. Te oszlatod el tévejgéseinket. Te végzed a tisztítás és az új életre vezérlés művét. Neked köszönjük a reformációt, és általa az evangélium világosságát. Tarts meg minket igéd igazságával, evangélikus egyházunk iránti hűségben. Amen. Isten igényére válaszul fennállva valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem sok szeretettel a testvéreknek 2020-ban az úrvacsora évét élő az evangélikus egyház. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot, Isten látható, ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal a tarisznyánkban. Akit lelki ismerete nyugtalanít, jól teszi, ha a reformátor szavára figyel. Csak az készült fel méltóképp a szentség vételére, aki bűnbocsánatra szoruló bűnösként méltatlannak érzi magát. Hirdetem, hogy a járványügyi helyzet miatt az úrvacsora szentségével egyelőre még sem tudunk élni, hiába az úrvacsora évét éljük ebben az esztendőben. Előttünk levő alkalmainkat hirdetem, november 1-én, vagyis a holnapi napon délután 3 órakor
temető Isten tiszteletet tartunk Kissomjon. November 1-én szintén délután 4 órakor temető Isten tisztelet lesz Gércén. November 2-án fél 10-kor a 10 órakor kezdődő mise után temetői ökumenikus Isten tisztelet lesz Kádon a temetőben. Hirdetem, hogy november 8-án fél 9-kor vásáros misként tartunk Isten tiszteletet. Ezen a napon lenne családi Isten tiszteletünk, amelyet a járványhelyzet miatt nem tartunk. 11 órától viszont Dukában Isten tiszteletre hívogatjuk a testvéreket. November 15-én fél 9-kor János házán, 11 órakor Dukában, délután 2-kor Borgátán, 3 órakor Kádon tartunk Isten tiszteletet. November 22-én örök élet vasárnapján 10 órakor tartunk Isten tiszteletet Kissomjon, ekkor emlékezünk meg a gyülekezet elhunytjairól, akik ebben az évben hunytak el. Nyomatékosan kérjük, hogy maszkot és énekeskönyvet mindenki hozzon magával, ez igaz a temetői Isten tiszteleti alkalmakra is. Hirdetem, hogy a társulás presbitériumának döntése értelmében az idei esztendőre az egyház fenntartó járulék összege minimálisan 8000 forint per fő per év. Kérjük a testvéreket, hogy ezt a szokott módon juttassák el a gyülekezet kasszájába. Az Isten békessége meg minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most megkezdett énekünk utolsó versét. Veled és a Szent Lélekkel, Isten,
és akinek a nevében még együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyenünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját terejtőd és könyörüljön rajta. Az Úr fordítsa az ő orcáját te felé, és adjon te néked békességet.